sokat vívódtam, míg eldöntöttem, hogy hova megyek horgászni, hol töltöm el az egy hetet. Míg arra következtetésre jutottam, hogy egy nagyon szép kavicsbányatóra jövök el, amiről azt érdemes tudni, hogy iszonyatos mélységek vannak, tehát nem ritka 25 és 32 méteres mélység sem, illetve azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a helyiek nagy becsben tartják a tavat, nagyon óvják a benne lévő állományt. Én sem engedhetem meg magamnak azt, hogy közhírré tegyem ezt a tavat. A megérkezésemkor nagyon komoly szél tombolt, nagyon megnehezítve a horgászatot, illetve a helykeresést. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy várok addig, ameddig a szél elcsitul, és vízre tudok szállni. Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy az ember hova rakja a szerelékét, milyen pontosan rakja le a szerelékét, mert azt érdemes tudni, az ember kiválaszt egy 7 méteres törést, egy 7 méteres platót, és egy méterrel, két méterrel arrébb sodorja a víz, már 15 méterre helyezte a szerelékét. Ezt nem lehet megengedni, illetve már csak azért sem, mert nagyon csekély a tónak a halállománya, tehát mindent nagyon pontosan, nagyon precízen kell csinálni, hogy az ember esetleg kapásig el tudja jutni. Kettőfajta csalival készültem, az Extreme Krill Boilival, illetve az Intense Müssel csalival, amelyeket a számomra szokásos szerelékekre kötöttem meg, annyit változtatva azon, hogy rövidebb előkéket kötöttem, de a horog méretet is hagytam 4-esen, és nyilván a számomra megszokott zsugorcsöves vagy horog beforító szereléket használtam. Tehát ahogy említettem, megpróbáltam azt az időt megvárni, ameddig a szerelékeimet el tudtam helyezni, sikerült is, úgy gondolom. Az egyik szerelékemet 7,5 méterre, a másikat pedig 10 méterre helyeztem. Bízva abban, hogy az elkövetkezendő napok szeles időjárása felkeveri a vizet, és talán a mélyebb rétegekbe is tudok kapást kicsikarni. Teltek a napok, de sajnos semmilyen eredményt nem tudtam elérni, amit szerettem volna. Nagyon sok szereléket kipróbáltam, beszélek itt a kombiriktől a csodrigig, a mindenféle egyebet, de sajnos nem tudtam odáig jutni, hogy kapást érjek el. Annak ellenére, hogy megpróbáltam a legpontosabb lenni, a legprecizebb lenni, de sajnos az erőfeszítéseimet nem kísérte kapás. Napokon keresztül ez volt velem. De bíztam abban, hogy nem kell változtassak. Mindig az lebegett a szemem előtt, hogy a csekély halállománynak köszönhető ez a kapástalan időszak. Nem gondoltam volna azt, hogy a szerelékemet rossz mélységbe helyeztem, és hogy bármi is változtatnom kelljen. Így csak vártam, és teltek a napok egymás után, míg az egyik délután elementális erővel kezdte húzni az egyik botomról a zsinór. Olyan szinten, hogy olyan megdöbbenésként ért a kapás, hogy azt se tudtam hirtelen, mi történik. Egy 7,5 méteres törés tetejéről húzta le a hal 18-20 méteres mélységig a zsinóromat, a botomat majd lecsavarta az állványról. Ahogy a kezembe vettem a botot, éreztem, hogy megvan, amiért jöttem. Húzta a tobról a zsinort, egyszerűen szinte sokáig nem tudtam vele mit kezdeni, egy kicsit megijedtem, hogy nehogy elvágja a zsinóromat a törés oldalon található kagyló. De sikerült alatt megállítanom, és elkezdtem húzni. Jó ideig nem láttam alatt, de mikor megpillantottam, láttam, hogy egy szenzációs tőpont. Nagyon gyorsan próbáltam a merítőt alátolni. A nagy szélnek és a nagy hullámzásnak köszönhetően nem volt olyan egyszerű. De mikor alácsúszott a merítő, egy olyan kő esett le a szívemről, hogy hihetetlen. A fotózás és a videókészítés is olyan óvatossággal csináltam, hogy,
hogy halat ki se vettem a vízből, nehogy valami baj érje, vagy hogy bármilyen probléma történjen. És teljes a megelégedettségem, ugyanis azt érdemes tudni, hogy nagyon sok horgász megpróbálta magát már ezen a vízen, és egy hét után úgy távozott, hogy kapásig sem jutott. Nekem most sikerült, és biztos vagyok abba, hogy ez a tó, ez egy hatalmas kihívás, és hogy egész biztos, hogy vissza fogok még idejönni, és meg fogom próbálni a tónak a lakóit horogra keríteni, hogy egy jó fényképet készítsek velük. Úgyhogy ezzel zárom a mondandómat, és az biztos, hogy tartogat számomra még valamit.